Üdvözlet mindenkinek itt a jahuaútja.hu weboldalon, és találtam egy videót, illetve elküldtétek ezt nekem, hogy lehet, hogy érdemes lenne reagálni rá, Légy, de én nem szerettem volna ezzel foglalkozni, azonban mégis úgy gondolom, hogy néhány szót megérdemel a téma. Már jó ideje, én nem foglalkoztam a lapos földdel, és nem is állt szándékomban, mivel amit tudtam én elmondtam. Annyit előjáróban mindenképp érdemes észben tartani, hogy én a Biblia oldaláról, és abból a, a szemszögből közelítem meg ezt, mármint a lapos földet, meg az egész gömb. Elméletet. Én úgy gondolom, hogy a Biblia az teljesen egyértelműen fogalmaz az ügyben, hogy a föld az milyen alakú, és én nem akarok senkit ezzel megbántani, hogy aki nem ért egyet, én elfogadom, hogy mindenki másként látja a dolgokat, a többség az elfogadja a tudományt úgy, ahogyan az elénk tárja az információkat, meg az ismereteket ezzel kapcsolatban, és nincs is ezzel semmi baj. Én csak egy másik elgondolás és egy másik utat választottam, mert úgy hiszem, hogy az sokkal hitelesebb, hogyha az összes információt egybevetjük. A videó, amiről szó van, az Paxel csatornáján jelent meg a Laposföld bizonyítékai, és nagyszerűen összeszedte a dolgokat, amiket elmondott, és nagyon is tisztelettudóan reagált egy másik videóra, úgyhogy ez már egy reakció a reakcióra. Nekem nincsen is semmi gondom azzal, amit ő elmondott, meg úgy általában a véleményével érdekes volt hallgatni, nem mondott el újdonságot, hisz már Ezeket az ellenérveket mindenki jól ismerheti, de akit érdekel, az nézze meg a videót 23 perc nagyjából, és aztán eldönti magának, hogy mi az, amit gondol erről. Mindenre nem fogok reagálni, az lehetetlen lenne, hogyha akarnék, sem tudnék, legalábbis mindenre, ami elhangzik az ő videójában. Csak néhány dolgot kiragadtam, és azokat próbálom majd megvilágítani egy másik szemszögből, illetve hát azok, akik ismerik, a csatornát, azok már megszokhatták ezeket a gondolatokat, de mégis azért talán lesznek, akiknek ez újdonságként szolgál majd. Mielőtt neki mennék ennek, Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Na most még egy dolog mielőtt elkezdem, ő erre a videóra reagál, amit a földlapos és mozdulatlan TikTok meg YouTube csatornán ez a karakter előállít. Ezek a videók, amiket ő létrehoz, földlapos és mozdulatlan. Ezek kivétel nélkül, amit én láttam, azok igen alacsony színvonalú dolgok. Nem is arra értem én, hogy hogy néz ki a produkció maga, hanem ami elhangzik ott. Én egyet részletesen elemeztem, akit érdekel, az megtalálja itt ott, de csak az egész az kritikán aluli. Nem hiszem, hogy sokat használ az egész ügynek az, hogyha ilyen jellegű dolgokat létrehozunk, tartalmakat, amiben próbáljuk a lapos földet így bemutatni. Viszont amiről beszél Paxel, az a gravitáció ebben a rövid szegmensben. Hát csak föl tudok ajánlani, hogy megmagadja szerintetek a víz a tetején, hogyha Egy kis sebességet adunk neki. Figyelj! mindjárt jobban Figyelj! Figyelj! Hoppá! És ott van! Láttad? Na. Arra, hogy miért is folyik le a földről a víz, hogy nem tapad hozzá, arra van egy tudományos magyarázat, az pedig az, amiről Paxel beszél, és én természetesen elfogadom azt, hogy a tudomány így magyarázza ezt, meg én nem vonom kétségbe, hogy ezt egyenletek előtt be tudják bizonyítani, még akkor sem, hogyha én nem hiszem el, hogy úgy van. És azt is elfogadom, hogy ez bizarrul hangzik a többség számára, mert ugye láttuk a felvételeket, videót, mindenki tudja, meg elfogadja. Ettől függetlenül, ha ezen túl tudunk lépni, akkor talán egyszerűbb lesz megérteni, hogy mi az, amit én állítok. De ugye, hagyom, hogy elmondja ő röviden. Ez a kis kék gömb, a földön lévő összes víz, és ne felejtsük el, hogy a föld belseje az ugye nem üreges, hanem nagy sűrűségű. Még annyit, hogy ehhez, hogy a föld belseje hogy van, vagy mint van, az igen, a műszerekkel lehet mérni azt, hogy mi van a föld belsejében, de 10 kilométernél, 12 kilométernél nem jutott le senki mélyebbre. Úgyhogy ha a tudomány azt állítja, hogy az kísérleteken alapul, és ők bebizonyítanak mindent, ezt nem tudták. Olyan értelemben nem tudták bebizonyítani, hogy nem ásott le senki a föld közepéig, hogy azt mondja, hogy na itt van egy minta a föld közepébe, vagy ebből abból. Azt is elfogadom, hogy ez tudatlannak hangzik, vagy ostobának. Ettől függetlenül ez a tény, tény marad, hogy mindenki csak az egészet beveszi azért, mert azt mondják az iskolában, és kénytelenek vagyunk elfogadni azt, amit valójában senki nem látott, senki nem tapasztalt. Szóval, hogyha a tudomány az tapasztaláson alapú, meg kísérleteken, akkor az, hogy mi van a föld belsejében, azt senki nem tudta még kísérletekkel demonstrálni, vagy nem tudod kísérletezni azokkal az anyagokkal, hisz nem képesek lejutni odáig. Anyagokból áll, sűrűbb anyagokból, mint a víz, ami még jobban növeli a víz és a földgömb közti különbséget, mármint tömegben. Ugye a tömeg, a gravitáció, persze ezt is elfogadom, hogy úgy működik, hogy minél nehezebb a test, vagy nagyobb tömege, annál nagyobb a gravitációs vonzása. De mégis mutatnék egy videót, hogyha valakit érdekel ez a téma, Neil deGrasse Tyson-tól, a gravitációval kapcsolatban. Ebben a videóban nézd Degrasztán viszont kérdező a hölgy az a kapcsolatban, hogy mi a gravitáció. Feliratozva van a kis videónak a tetején, de aztán elmondom én röviden, hogy miről is van szó. Ugye a kérdés az, hogy mi a gravitáció, és erre a válasz az, hogy fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs, hogy mi a gravitáció. Úgy, hogy mindenki csak elfogadja, hogy a gravitáció az létezik, és egy elméleti fizikus az azt mondja, hogy nem is tudja, hogy mi a gravitáció pontosan. We Le tudjuk írni, hogy mi a gravitáció, el tudjuk mondani, hogy mit tesz a különböző dolgokkal. We can, we can measure it, predict with it. Meg tudjuk mérni, illetve előrejelzéseket tudunk tenni a működésével kapcsolatban. De hogyha azt kérdezzük, hogy mi a gravitáció, akkor én nem tudom, mondja ő. Szóval, hogyha ő sem tudja, akkor honnan tudnánk mi? Persze azt is elfogadom, meg megértem, hogy teljesen mindegy, hisz tudjuk mérni, számolgatni tudunk, akármi. De ez egy nagyszerű példa arra, hogy a tudomány az nincs tisztában mindenne olyan alapvető dolgokkal sem, például, mint hogy mi a gravitáció.